Sziasztok! Örülök, hogy találkozunk, ez a Weekend Media Fesztiválos Rovinkoknak a második epizódja. Hogyha nem láttátok az elsőt, akkor ide kattintsatok mindenféleképpen. Itt leginkább a fesztivált fogom bemutatni, gyakorlatilag ugye egy konferenciát, hogy van, és megosztom azt is, hogy miről fogok beszélni, milyen gondolataim vannak. Kezdjük el! Harmadszorra lőttem be a kamerát, hogy jó legyen, remélem most jól szok, mert tök messziről veszem amúgy, hogy benne legyen ez a víz, nagyon tetszett. És akkor beszéljünk arról, hogy mit szerettem volna átadni az előadáson. A legfontosabb üzenet szerintem az egésznek a csúcsa az az volt, hogy az, amit teszünk, az a brandünk. Tehát mondhatunk bármit, csinálhatunk más, bármit, de a tetteink mutatják be azt, hogy kik is vagyunk valójában. És teltház van, annyira izgultam, hogy teltház lesz, de teltház van, nagyon izgi. Those are my people, love it, thank you very much. What would be the craziest and most memorable thing I could do, like something that you would say that was the dopest of all of the weekend. You guys will need to take pictures and upload it and tag it, okay? If I will do that. In high school, I tried to break. I couldn't do it. I don't know if I can do it now, but I will try that. All right. Van az a mondás, hogy ha valakinek meg szeretnéd ismerni az igazi személyiségét, akkor adj neki hatalmat. És ez valahogy összevág azzal is, hogy a brandünk milyen. Tehát én mondhatnám, hogy én vagyok a legnagyobb produktivitás ninja, és mindent hatékonyan így tak-tak-tak megcsinálok, amikor közben óriási bullshit, amikor reggel alig van kedvem felkelni az ágyból, és inkább jó barátokat akarok nézni, ahelyett, hogy tetókat nézzek. Ezért fontos, és ez a második pont, amihez el szeretnék jutni, hogy a tetteink az egyben autentikusak legyenek, tehát önazonosak legyünk egymással. Éppen ezért ismerem be, hogy én egy borzasztó lusta ember vagyok, és ez engem rengeteg ideig zavart, hogy tényleg lusta vagyok, és nem akarok semmit se csinálni, nincs kedvem egész nap, nem tudom, fifáznék, xboxozom, meg ilyesmi, de ugyanakkor bennem van egy érzés, arról, hogy tenni szeretnék, és ez a kettő így ütközik egymással. Mit lehet ilyenkor tenni? Erre jött nekem az az idézet, amit bemutattam az előadáson is, Steve Jobstól származik ez. Ez elég durva. Ugyanis ő azt mondta, hogy... Yeah! Most fejeztem be, már senki nincs itt, viszont többen jöttek oda hozzám. Varana egy design ügynökséget csinál, és most beszélgetünk a positioning statementről, és elmondom azt is, hogy milyen volt az előadás. Hát megint csináltam egy őrültséget, képzeljétek el, hogy kézen álltam a színpadon. Azt kérdeztem az emberektől, amikor oda mentem, hogy a personal brandingről volt szó, hogy mi lehet a legőrültebb, baromságabb dolog, amit csinálnék, amire biztos, hogy emlékeznek, és azt mondanák, hogy ez volt a legdurvább dolog, amit láttak az egész hétvégén a fesztivál alatt. Na persze jöttek olyanok, hogy strippeljek, de azt nem csináltam meg, viszont kézen álltam, és ilyen nagyon csúszós volt a színpad, úgyhogy nem tudtam teljesen jól, de megcsináltam. Jó érzés volt. Teltház volt, én azt hittem, hogy annyira sokan nem lesznek, mert ez kijebb van a többi teremtől, bár ez a második legnagyobb terem, de tele volt, és álltak az emberek, és interaktív volt, és amikor azt kértem, hogy tapsolnak, akkor láttátok, hogy tapsoltak. Felvillany az, nagyon-nagyon jó érzés, és úgy gondolom, hogy értéket tudtam adni, ami igazából abból a tapasztalatból és tanulásból volt, ami nekem van magyarul olyan, hogy entrepreneurial journey, tehát a vállalkozói, startupos életemből jött, akkor ezt itt jó érzés, hogy valakinek már értéket tudok adni, és a vlogban is ezt szeretném adni, és ugye, ahogy mesélem is el nektek folyamatosan, hogy miről szólt az előadás. Ez elég durva. Ugyanis ő azt mondta, hogy a legerősebb motiváció számára az, hogy meg fog halni. Mert hogyha tudjuk, hogy meg fogunk halni, és
eléggé véges az időnk, akkor azzal kell foglalkoznunk, amit imádunk, szeretünk, és boldogak vagyunk azért, hogy felkelünk és azt végezhetjük. És amikor bármikor ő azt érezte az életébe, hogy valami nem abba az irányba van, nem abba az irányba megy, akkor változtatott rajta. És a semmi más üzenetet nem adtam át, remélhetőleg az elején ez átjött, hogy a tetteink vagyunk mi magunk, a mi brandünk, és ha valahol elakadunk, akkor tényleg emlékezzünk arra, hogy nagyon nincs mit vesztenünk, mert sajnos egyszer tényleg vége lesz ennek az egésznek. Két dolgunk van. Keressük meg azt a dolgot, amit szeretünk csinálni. Nem is egy dolgot, hanem az összes dolgot keressük meg, amiket imádunk, szeretünk csinálni, és nézzük meg, hogy miben vagyunk jók. És abból tegyünk minél többet, és remélhetőleg így egy nagyon önazonos életet tudunk élni, ami felépít egy különleges brandünket. Thank you, bye bye. Most érek vissza a hotelbe. Tök jó fejek, hogy visszahoztak. Óriási volt ez a nap. Nagyon nagy érzelmi löketet és erőt adott a továbbiakra. Most érek amúgy a hotelben. Nézzétek, itt van egy... Ez milyen jól néz ki, egy astronauta. Most pihenni fogok egy kicsikét, ráhangolódok, és ma lesz szerintem a legbulisabb estém. A gondolatmenetben sok mindent dobtam be nektek, fokuszáljunk rá egyre, mert olyan könnyen hangzik, nem, hogy csináld azt, amit szeretsz, és amiben jó vagy, mintha ez ilyen egyszerű lenne. Viszont van erre egy trükk, amit javasolok nektek, hogy csináljatok meg, ez egy listázási módszer. Fogj egy füzetet, vagy a telefonodat, és a következőt tedd meg, kedvemért, de igazából magadért. Írd össze azokat a dolgokat, amiket szeretsz csinálni. Hogyha ez Instagramon lógni, tinderezni, vagy játszani a PC-den, Xboxozon, olvasni, természetbe járni, Excel táblákat bújni, hogyha ilyen perverzióid vannak, bármi. De írd fel az összes dolgot, amit szeretsz. Remélhetőleg fel fogsz tudni írni mondjuk 10-15-20 dolgot, ami imádsz az életbe, és szívesen töltöd vele az idődet. Aztán húzz egy következő oszlopot, tehát hagyjál helyet mellette, és próbáld meg valahogy értékelni, hogy ezek közül, amiket szeretsz csinálni, mi az, amiben jó vagy. Tudod, amik természetesen jön, a barátaid, munkatársaid azt mondják neked, hogy aha, ez neked tökre passzol, vagy akár külső olyan validációkat kapsz, hogy ez király volt. És akkor megvan ez a kettő, akkor igazából ejtsd ki azokat a dolgokat, hogy lehet, hogy szereted csinálni, de nem vagy benne olyan jó, és szűkíts le a listát arra, amiben jó is vagy, és szereted is csinálni. És jön a következő rész, hogy ezeket mondjuk maradt 5 dolog, ha már 5 dolgot ilyet találtál, akkor baromi király neked, igazából 2-3 is elég. Tedd sorrendbe. Tehát legyen felül az, amit a legjobban szeretsz, és jó is vagy benne, utána jön a következő, és így tovább 3-5 dolog elég. Amikor ezek megvannak, akkor nézd meg, hogy tudod összekombinálni a dolgokat, és találd meg ennek a 2-3 dolognak a metszetét, azt a közös pontját, és ebben a pontban nézd meg, hogy te mit tudsz ebből kezdeni az életeddel. A mai napon is óriási pörgés van, de én úgy döntöttem, hogy most megnézem Rovinj, hát nem is minden részét, de legalább a fő utcáját. Ti meg induljatok el drónnal, lássuk ki ér oda előbb.